A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program eredményeiről beszélgettek a komáromi, az érsekújvári és a lévai járás polgármesterei és intézményvezetői községünkben, Muzslán. Az említett három járásban összesen 42 óvoda újult meg a magyar kormány támogatásával. A találkozón Mennyhárt József, az MKP országos elnöke hangsúlyozta, a felújításokkal 30-40 éves mulasztást sikerült pótolni. Ez egy roppant sikeres program, hisz ha azt veszük, hogy több mint 150 felvidéki önkormányzatokhoz tartozó pályázatot tudunk sikeresnek, tehát mellé meg hozzájönnek azok az óvodák, amelyeket a református egyház, a katolikus egyház vagy akár a görög katolikus egyház építhetett fel, illetve voltak egyéni meghívások is, tehát ez a több mint 150 önkormányzat óvoda, az egy igazi sikertörténet, hisz éveken keresztül az önkormányzatok mindig csak visszautasítást kaptak, amikor is a magyar tannyelvű óvodákat szerették volna felújítani, és azért volt sikeres hozzáteszem, mert a polgármestereink sorra húzták ki a tervdokumentációkat, és valósították meg a terveket, köszönettel a magyar kormány hadható segítségének. Alapvetően a nyelvnek, a magyar nyelvnek, tehát az anyanyelvünknek a presztízsét kell emelni. Az emberek akkor hisznek egy nyelvben, hogyha látják annak előnyeit. Tehát azért hiszünk az angol nyelv tanulásában, szemben mondjuk a német nyelv tanulásával, amely rendszerváltás után tényleg sokkal intenzíven volt jelen a térségben, de miután az angol átvette a szerepét, ezáltal a német visszaszorult, ugyanez a helyzet Szlovákiában, a magyar és a szlovák vonatkozásában, adott egy szlovák államnyelv, amelyről azt sugallja mindenki, hogy csak ezen a nyelven lehet érvényesülni, és ezért az ember a kisebbségi létből kifolyólag a bizonytalanságát azzal fejezi ki, hogy elhagyja szülei vagy nagyszülei nyelvét. Tehát alapvetően az emberek döntésére és pozitív döntésére kell appellálni. Először is, hogy a magyarnak regionálisan teret kell adni. Ez egy fontos követelménye a következő 4-8-10 év politikájának. Tehát, hogy a regionális nyelvet vissza kell állítani, a magyar nyelv regionalitását, akár itt a térségben is, ahol 20%-os küszöb van. Tehát ezt nekünk kell kérni, mert ezt a szlovákság nem fogja felkínálni. Vissza kell állítani a magyar presztízsét ilyen értelemben, és akkor sokkal bátrabban fogják választani úgy a magyar szülők, vagy akár a vegyes házasságban élők a magyar nyelvű óvodai, iskolai képzést, mert fogják tudni azt, hogy mind a két nyelvnek megvan az értéke, és használni tudják. Egy nyelv csak akkor él, hogyha létezik, és hogyha használják. A holt nyelvek is megvannak, leírták őket, csak azoknak nincsenek beszélői. És mivel a magyar mi élő nyelvként szeretnénk, magas presztízsű nyelvként Szlovákiában is tudni egy régión belül, itt Európában, ezért az alapvető dolog az, hogy regionálisan erős, hivatalos nyelvé kell tenni a magyart. Az érintett települések polgármesterei elmondták, amellett, hogy megszépültek az óvodák, csökkentek az épületek fenntartási költségei, a megújult konyhák pedig több településen a szociális ellátásban is nagy szerepet játszanak. A muzslai óvoda felújításáról Farkas Iván polgármestert kérdeztük. Hát, mint tudjuk, Muzslán köztudott, kívülbelül megújult az épület, az óvoda épülete, és igazából ennek a hozadéka az, hogy a gyermekek sokkal egészségesebb, sokkal biztonságosabb, sokkal szebb kivitelezésű belsőleg és külsőleg épületbe járhatnak. Ez egy komoly hozadéka ennek a változásnak, mert ugye korábban tudjuk, hogy egy eléggé lepukkadt olyan épület volt, amely 2016-ra már csöpögött, ugye számos helyen a vízbe folyt, amikor esett az eső, számos helyen nedves falak voltak, penészes falak voltak, számos helyen egészségtelen millió várta a gyerekeket, és ilyen szempontból óriási hozadék a Magyarország kormányának ez a támogatás, hogy meg tudtuk valósítani ezt a beruházást. És nem csak öncélúan magának a gyerekeknek és a szülőknek, hanem tudjuk azt, hogy a konyhát is sikerült időközben megújítanunk, felújítanunk, a berendezését, a konyhai berendezést teljes mértékben megváltoztattuk, ugye kicseréltük, és ennek köszönhetően megnőtt a kapacitása. Tehát immáron nem csak az óvodán, nem csak az iskolán diákjainak, hanem a szociális szolgáltatásban résztvevőknek is főzünk a konyhában, ugye nagy-nagy erőfeszítésére a szakácsoknak és a személyzetnek, és igazából nagyon nagy megelégedésére a nyugdíjasoknak, akik ugye ellátásban részesülnek a községi szociális hálón belül. Tehát ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy nem csak oktatási célú volt ez a támogatása a magyar kormánynak, hanem szociális célú is volt, és mi ennek örülünk, hogy több lábon álló ellátási rendszerben tudtuk egy órásság segítséget felhasználni, mint a magyar kormánytól kap. Hát alapvetően én közgazdász vagyok, és annak ellenére azt mondom, hogy vannak olyan tevékenységek, vannak olyan intézmények, amik nem pénzfüggőek kellenek, hogy legyenek. Meg kell tartani minden áron. Ilyenek az óvodák például. Ne kell a gyereket a szülőnek a 20 km-re lévő, nem tudom, harmadik községbe hordja a óvodába. Ilyenek az alapiskolák, minimálisan az alsó tagozat, ahol megint csak a nebulókat 10 éves korig ugye helyben kéne iskoláztatni.
Egyébként ennek értelmiségnek tartó ereje is van ugye a faluban. A harmadik pedig a községi hivatalok ilyenek, én szerintem, ahol az helyi ügyintézésnek meg kell tartani a jellegét a helyben, mert legyünk őszinték, a mai gyér ritka tömegközlekedésnél hogyan tudjuk elképzelni, hogy a 78 éves polgártársunk majd valahova 20 km-re fog ügyintézés véget elmenni a nem tudom, harmadik községbe, mert ott lesz az egyetlen községi központi hivatal. Tehát épp azért ragaszkodunk el ahhoz, amit kiharcoltunk, amink van, amilyen értékeink vannak, mert hiszen mindezek mind a polgártársainkat, a polgárokat, azok gyermekeit szolgálják, és ezt meg kell becsülnünk, hogy az jövőben is így maradjon. A program sikerességét bizonyítja, hogy a Felvidéken idén 303 gyermekkel többet írattak be magyar óvodába. Ez annak is köszönhető, hogy a legtöbb helyen megújult az óvodai oktatói nevelő munka is, mondta Grezsa István miniszteri biztos, aki bővebb tájékoztatást is adott a programmal kapcsolatban. Minden kutatás azt mutatja, hogy az óvodába befektetett források hasznosulnak legjobban, hiszen az anyanyelvi és magyar mesevilágon keresztül köthetjük a gyermekeket a magyar kultúrához, és reményeink szerint a magyar iskola választásban is döntő szerepe lehet. Ezért gondoltuk úgy, hogy trianoni békeszerződés után 100 esztendővel egy rendszer szintű beavatkozást hajtunk végre a Kárpát-medence valamennyi határon túli magyar közösségébe azáltal, hogy közel 1000 intézményt újítunk, illetve építünk meg. Ez gőzerővel halad, fél időn jóval túl vagyunk, és az elmúlt egy-két évben, ahol már ezek a fejlesztések megtörténtek, többek között itt Felvidéken, ahol most 3 járás, a érsekújvári, komáromi és lévai járás polgármesterei tudták és óvodavezetői elmondani a tapasztalatokat, bőségesen visszaköszönnek az eredeti tervek, részben növekedett a beiratott gyerekek száma, és megújultak a közösségek, az óvodák belső nevelési programja. Egyaránt jól beleillik abba a új magyar nemzetépítésbe, amely egy közösségbe szervezi a Kárpát-medence magyarságát. Jól felszerelt óvodák, ahol jó képességű, barátságos óvónők foglalkoznak a gyerekekkel, csábítolhatnak a kisgyermekek szülőkre. Milyen helyzet a vegyes házasságban élő szülőkkel? Van esetleg olyan tapasztalat, hogy a korszerűsített óvodai épületek pozitívan befolyásolják a szülő döntését, hogy inkább magyar óvodába juttassák a gyerekeket? Általános tapasztalat a Kárpát-medencében is, itt Felvidéken, Szlovákiában különösen azt figyeltük meg, hogy a biztonságos és jó óvodai nevelést biztosító környezetet tekintik a legfontosabb motivációs készségnek az iskolaválasztásban a szülők. Ez Magyarországon sincs egyébként másképp. Tehát ha jobb egy óvoda és jobb nevelést ad, akkor a nyelvi korlát, nyelvi, anyanyelvi ügyektől függetlenül azt választják. És én azt gondolom, hogy ebben nincs semmi kivetni való. Azt látjuk, hogy a magyar óvoda presztízse sokat nőtt az elmúlt években. Van szélső érték például Kárpátalja, ahová ömlenek a vegyes házasságokból és a nem magyar anyanyelvű gyerekek a magyar intézményrendszerbe. És itt Felvidéken is egyre több helyen íratnak be szlovák gyermekeket magyar óvodákon, mert jobbnak tartják, mint az elérhető akár másik szlovák óvodát. Ennek mi örülünk, mert a Kárpát-medencét azt mindig is egy sokszínű, sok nemzetiségű területnek láttuk, ami valamikor a Magyar Királyság volt egy állam, de az, hogy több államban élnek most honfitársaink, ez azt is jelenti, hogy nekünk a többségi nemzetekkel karöltve kell az új Európában megtalálni a helyünk. Feltételezem, hogy számos óvoda által az ünnepségen vett részt a Felvidéken. Mik a tapasztalatai? Hálásak az itteni emberek magyar kormány segítségével? Én azt gondolom, hogy felbecsülhetetlen az a lelki támogatás, amit főleg egy ilyen kis közösségeknek nyújthat azt, hogy a magyar kormány megjelenik a nemzetpolitikai óvodai támogatások formájában, vagy akár nagyvárosokban, ahol versenyképes óvodát építünk a többi óvodával szemben vagy amellett. Általános tapasztalatom az, hogy az óvodák világa, ez a program alkalmat adott a különböző világnézetű embereknek arra, hogy független a politikától, hiszen tudjuk, hogy itt Felvidéken mennyire szétszabdalt a politikai társadalmi közélet a magyar világban, alkalmat adott arra, hogy összefogjanak. Én azt gondolom, hogy az összefogás a kulcs szó nem csak az óvoda fejlesztési programban, hanem itt februárban Felvidéken is. A Felvidéken az óvoda felújítás 195 intézményt érintett, ebből 27 teljesen új óvoda vagy bölcsőde épül.
A beruházások összértéke meghaladja a 12,5 milliárd forintot, vagyis a 37,5 millió eurót. A találkozó résztvevői ellátogattak a helyi óvodába is, hogy megtekintsék a felújítást követő változásokat. Úgy mondom, tisztelt igazgatónők, a polgármesterek, mindenkit adat tisztelettel köszöntök ezen a mai Muzslán megrendezésre kerülő szakmai konferencián az óvodafejlesztési programnak a kiértékeléséről három járás viszonylatában, a Komáromi, az Érsekújvár és a Lévai járás viszonylatában. És engedjék meg nekem, hogy nagy tisztelettel köszöntsem körünkben Gerezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztés miniszteri biztosát. Menyhárt Józsefet, a magyar közösség párti elnökét. Kis Beátát, a magyar közösség pártja oktatási és kulturális alelnökét. És külön köszöntöm Bató Mariannát körünkben, aki a folyamatnak, az óvodaprogramnak az első éveben ő volt a jobb keze a kormánybiztos úrnak, a miniszterelnökségnek a dolgozójaként, ő volt az, aki sokunk polgármesterek és óvodigazgatók partnere volt ebben a programban. Köszöntöm. Köszöntöm természetesen a média képviselőit. Egy nagyon rövid felvezetőt elmondok, mégpedig azzal kezdem, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor a rendszerváltás lezajlott, akkor egy olyan időszakra ébredtünk, hogy elsorvadtak a bölcsödék, közel 20 évig ebben az országban nem volt szinte nagyítóval kell keresni a bölcsödéket. Utóbbi 10 évben lendült föl a bölcsödéknek az újjáresztése, főleg városokban. És ezzel párhuzamosan a 30 év alatt minimálisan az infrastruktúra állapotát tekintve bizony sok esetben sokan elsorváltak az óvodáink is. Hála a mindenhatónak és hála az Istennek, hogy Magyarország kormánya ráébredt arra, hogy ezen a területen is volna tennivalója Kárpát-medencében, hogy ide a felvidékre is bizony jó helyen lesz a támogatás, ami érkezik az állami költségvetésből Magyarországról. És ilyen szempontból az utóbbi 4 évben egy nagyon masszív, nagyon komoly óvodafejlesztési, óvoda újjáépítési vagy óvoda építési programnak lehetünk a tanulói. Sok esetben az itt lévő polgármesterek, óvodaigazgatók a haszonélvezői, és reméljük, hogy ennek a foganatja és ennek a áldásos hatása éveken keresztül és évtizedeken keresztül érezhető lesz itt a mi régiónkban, a szülőföldünkben. Én éppen ezért ennek a kiértékelésre gyanán szeretném nagy közelet mondani a kormánynak, Magyarország kormányának, kormánybiztos úr, miniszteri biztos úr, természetesen, és én át is adom a szót biztos úrra össze, mindenféle Gerezsa Istvánnak a szó, aki kiértékeli ennek az egész éveken át tartó programnak a hatását, és természetesen a beruházásoknak a jelentőségét, majd elnök úr fog a megjelentekhez szólni, és végül lesz egy prezentáció, ami szakmai szempontból fogja az alelnök azt megmutatni, hogy végül is honnan, hol jutottunk el közösen. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Köszönöm szépen, kedves barátaim, polgármester úr, többször sem nehéz helyzetben vagyok, mert fel vagyunk ide ültetve, ugye valamilyen padra ki vagyunk ültetve. Másrészt jó alaposan be is fűtöttek nekem, mint mellettem, de nem, mert közben hátul meg lehet, hogy fáznak. A nemzetén vállalni kell a fogoly pillanatokat is, ha jól értelmezem, itt felvidéken is afelé közelítünk. És nagyon örülök, hogy itt három járás polgármesteri ilyen szép számmal megtiszteltek bennünket azzal, hogy néhány szót válthassunk erről a programról. Két héttel ezelőtt a Dunaszerdahelyi járásban már nagyon jó emlékeket, benyomásokat kaptam, illetve a múlt héten pedig Erdély egészét tekintettük át, amit azért, ha már itt 100 évvel ezelőtti eseményekre fogunk ebbe az évben emlékezni, mégiscsak 102.000 négyzetkilométernyi terület óvodafejlesztési program tanulságait gyűjtöttük össze, és úgy tűnik, hogy ez a program minden 5 évvel ezelőtti fejvakargatása és ellenkezés ellenére egy sikerprogrammá vált, amely sokkal többről szól, mint intézmények felújításáról, hiszen ez ahhoz képest, hogy Trianon óta a gazdaságfejlesztési programokat megelőzően a legnagyobb forrásigényű rendszer szintű határon túli nemzetpolitikai beavatkozással vált, hiszen 47,6 milliárd forint összköltségvetéssel futó programról van szó, és most már látszanak a számok, hogy Kárpát-medence szinten ez nagyjából 734 óvoda megújítását jelentette, és körülbelül 132
133 új építését jelenti, azért nem lehet pontosan megmondani, mert a bürokrácia azért dolgozik itt is, ott is a világban. És ezen belül itt Felvidéken különösen sokat vártunk, várunk ettől a programtól, hiszen amikor vizsgáltuk a helyzetet, és igazán ez a negatív kérdés az Olda program ellenére még mindig nem változott meg, de szerintem a jövőben folytatható lesz, hogy megoldjuk, hiszen 200 olyan település van, ahol 20%-ot meghaladó magyarság arány, és nincs magyar óvodája az embereknek. És itt Felvidéken láttuk az Olda program végrehajtása során, ami a gyakorlatban, hogy a számokat is mondjuk, hisz az újságírók vannak a bűvületében vannak, nagyjából ugye felvidéki 12 millió forrás jutott, és összesen 195 óvodaintézményt érintett egész Felvidéken az Óvoda program, amely három lépcsőben fogadott el a magyar kormány, és ebből 27 teljesen új intézményről van szó. Márciusban, ha jól emlékszem, a reformátusok Marcelházán fognak egy új óvodát avatni. Lehetett volna annyi taktikai érzékeny, hogy ezt februárra áthozzuk a választás előtt, de hát eső után köpenyeg. És különösen meg szeretném én is köszönni Pató Mariannának, aki abban az időben, amikor az óvodaprogram kidolgozásra került, a földvidéki lebonyolításra jöttette azt a javaslatot, hogy önkormányzatokat hívjunk meg, szakmai együttműködő partnereink, a Pedagógus Szövetség és a Magyar Közösség pártja szakmai javaslatai alapján külön-külön önkormányzatokat hívjunk meg erre az Olda programra, és ez nagyon-nagyon jól sikerült, azáltal is, hogy itt a Betlen Gábor alapnak egy kiváló földvidéki munkacsoportja van, akik sokat segítettek ebben, hiszen időnként egész rémtörténeteket hallottunk polgármesterekről, 24-48 órát összeállított pályázati dokumentációról. Tehát itt Felvidéken mindenképpen sikertörténetté vált ez, és nem csak azért, mert épületek újultak meg, hanem azért is, mert azt tapasztaltam, hogy ez a szétszabdalt Felvidéki mindennapok valóságban, legalábbis az Óvoda programban egy összefogássá fejlődött, vagy alakult át, és nagyon jó volt meglátni, megérezni azt, hogy az a tartalékkapacitás, amit Felvidéken a magyar óvodák, és ebből majd logikusan következően a magyar kisiskolák világában nyílna meg, az, hogy növeljük az oda beiratott gyermekek számát, és igyekezzük minél jobb nevelési módszerekkel tanítani a gyerekeinket. Ez itt Felvidéken jól működik. És persze a későn ébredők közül is a földvidékiek vannak legnagyobb számban, hiszen ha volna óvoda programnak negyedik lépcsője, akkor abban nagyon hangsúlyos szerepe volna Felvidéknek. Bár évekig nyitva volt ez a lehetőség, de sokan nem hittek ebbe, vagy sokan vártak esetleg uniós pályázatra, vagy szlovák állami beavatkozásra. Erre vannak is egyébként példák, hallottunk egy-egy jó példát, de azért még nem úgy tűnik, hogy a szlovák állam tömegesen újítana fel a jelenben és a közeljövőben magyar intézményeket. Én azt gondolom, hogy amikor ezek az épületek megújulnak, akkor azok csak épületek. Hogy mi történik bennük, az már teljes mértékben önökön múlik, és egy óvodai oktatáshoz legalább annyi köze van egy adott település polgármesterének, mint az ott dolgozó óvodának, vagy az őt felügyelő önkormányzati szervnek. Tehát a jövő azzal csak elkezdődött, hogy épületeket újítottunk meg. Az a felemelkedés, amire itt nagyon-nagyon várnánk Felvidéken a magyar élet minden területén, az igazán a következő esztendőben fog eldőlni. Nagyon örülünk annak a ténynek, hogy a szlovák hivatalosságok által is 303 fővel gyarapodott a óvodákban beiratott gyermekek létszáma, hiszen a maga a programnak a célja, hogy Kárpát-medence szinten 48 ezerről 60 ezer főre növeljük a demográfia és a gazdasági emigráció ellenére a magyar óvodások számát. Felvidéken itt még további növekedésre várunk értelemszerűen, és ez szerintem be is fog következni. Dunaszerdai járásban figyeltem fel először arra, hogy ugye a városok agglomerációjában, hogy települnek ki fiatal családok ingyenteltekre, szlovákok is egy-két fő beírat ki a magyar óvodába a gyermekét, mert jobb oktatási színvonalat remél és nagyobb biztonságot. Minden szülő értelemszerűen a gyerekét a legjobb helyen szeretné tudni. Tehát én azt hiszem, hogy még nagyon sok lehetőség nyílik a jövőre nézve. Egészen más a helyzet értelemszerűen
Királyhelmez, hogy onnan keletre építeni óvodát, és megint más Pozsony környékén óvodát építeni. Ebben a kis országban is ez a mérhetetlen kettészakítottság érzés, ami a gazdasági helyi társadalmi viszonyokat jellemzi. Ez egy nagyon meglepő tapasztalat volt, ezt láttuk az óvoda programon belül is, és a források is értelemszerűen nem ugyanannyiba kerül egy tégla, érdekes módon Pozsony környékén, mint valahol ott a ukrán határ mellett Nagy-Szentmencén például a görög katolikusok építettek új óvodát, de ezeket tudomásul vettük kezdetben. Aztán új felismerés volt az, hogy mennyire nem hozzáférhető, vagy kézzelfogóan hozzáférhető itt az Európai Unió Szlovákiában, a magyar közösségek számára, de a szlovákok számára is a bölcsődei ellátás. Ezért az óvoda program második szakaszában különösen a reformátusok néhány új bölcsödét is építenek, és ebben azt gondolom, hogy óriási lehetőség nyílik. Igazán, ha rajta múlna, és hogyha Magyarország GDP-je 5 helyett 7%-kal növekedne, azt javasolnám, hogy egy nagy Kárpát-medencei bölcsődefejlesztési programot indítsunk, mert az nem csak szolgáltatásokat tudna pótolni, hanem üzleti lehetőségeket is rejt magában. Ez csak egy zárójeles megjegyzés volt, de néhány bölcsőde is épül, ami külön színesíti ezt a programot. Fognak cigány közösségekben is óvodák épülni a reformátusok jóvoltából. Nyilván, hogy a cigányság ügyeit ez az óvoda program önmagában nem tudja megoldani, de jelezni kívánjuk, hogy minden magyar ajkú cigányt a magyar nemzetpolitika, a magyar nemzet integráns részének tekint. A szakmai kérdésekről majd Kis Beáta fog beszélni. Én nagyon örültem annak, hogy láttam a novodát, ahol a fokozott nevelési módszereket igénylő gyermekekkel foglalkoznak. Ugyanakkor azt is láttam, hogy nagyon hézagos a hozzáférés, akár a logopédiai szolgáltatások, akár a halmozott, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítő szolgálatokhoz való hozzájutás. Ez egy olyan jövőbeni kihívás, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy ez a szakmai tartalom, az a minőség, amit az épületek mellé szeretnénk rendelni, az meglegyen. Ami nehezen viselhető volt számunkra, bevallom őszintén, egy rövid szóval mondhatnám, az a lapos tetők világa, hiszen itt Felvidék az az egyetlen nemzetrész, ahol valami azt nem mondhatom, hogy genetikai, mert nincs, de valami megmagyarázhatatlan vonzalmat éreznek a 45 fokos piros tetős tetőkkel szemben a lapos tetők világához. Ez egy adottság, nagyon jól tudom, egy örökölt adottság. Nem álltunk különösebben ellenben, szép lapos tetős oldákat is látunk, de rajtunk múlott vonatkozóan ez a piros tetős verzió alakult volna meg. Pont itt Felvidékről tanulva, itt nem erősködtünk nagyon, látva a tényeket, a helyzetet, de azért más nemzetrészben lapos tetős épületet nem nagyon engedtünk építeni mindenki indulva. Meg fogjuk oldani, mert egy új óvoda programban fogunk tetőket és egyébként a tetőkereket is biztosítani, mert Magyarország elég erős ehhez, másrészt pedig egyértelművé válik, és itt most már különösen a Trianon 100 éves békediktátum aláírásának 100 éves évfordulójához közeledve le, hogy meg kell haladjuk, túl kell lépnünk Trianonon, természetesen nem a veszteségeket elfelejtve és a gyalázatot mélyre ásva, hanem azzal tudunk tovább lépni, hogy egyszerűen, mint a Kárpát-medence legnépesebb nemzete, a mindennapi munkák és nem pedig hangzatos beszédeken keresztül bejelentjük azt az igényünket, hogy szeretnénk befolyásunkat arra a szintre emelni, amely bennünket helyzetünknél, erőnél, létszámunknál fogva jöne. Ehhez azonban kell a határ mindkét oldalán olyan cselekvő közösség, mint ami itt megfogalmazódott sok helyen, magyar kormány erre készen áll, úgy látom, hogy itt is formálódik ez az erő, ami egybefűzve a magyarságot, bárki mit gondol a világról egyébként, azt hiszem, hogy a 21. század egy nyertes és győztes helyzetbe fog bennünket hozni, mi készen állunk a folytatásra, és elhívjuk bennünket is erre a vállalkozásra. Tisztelt hölgyek, urak, én Farkas Iván alelnök úrtól rögtön az elnökségünk alakulásakor azt tanultam meg, hogy a hölgyeket nem hagyjuk szélen, épp ezért én leszek az utolsó megszólaló, most a szakmája szók, Kis Beáta alelnök asszonynak. Köszönöm.
Tisztelt jelenlévők, én idejövök az asztal mögé. Lehet, hogy ez egy kicsit ismerősebb terep gyakorló pedagógusként, illetve az asztal elé van szóra erejéig. Sok szeretettel köszöntöm én is Önöket, és hát egy előjáróban azt szeretném elmondani, hogy nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program egy bizonyos részéhez nekem is volt közöm, hiszen ahogy az kormánybiztos úr is elmondta, a gyermekeknek egészen pici kora óta való bekapcsolása a közművelődésbe az egy olyan nemzetstratégiai pont, amely gyakorlatilag a további élésünknek az alappillére. Ugye most, amikor sokat beszélgetünk, találkozunk emberekkel, nagyon sokszor elhangzik, hogy ne sírjunk, ne mondjunk negatívakat, csak előre nézzünk, csak a pozitívumra tekintsünk. Nem szabad eltekinteni alapvető tényektől, ennek ellenére sem. És az alapvető tény az, hogy amit Önök mindannyian nagyon jól tudnak, hogy rohamosan fogy a felvidéki magyarságnak a számaránya, és statisztikai mutatók pedig arra mutatnak rá, hogy rohamosan fogy, igaz, a szlovák nemzettel arányosan rohamosan fogy az oktatási nevelési intézményeinkbe járó gyermekeknek, a magyar gyermekeknek a száma. Ez sok mindennel függ össze, de amellett, hogy az okokat is kutatjuk, amellett első rendű feladatunk az, hogy ezt a folyamatot valamilyen módon lassítsuk, vagy éppen megállítsuk, hogyha arra is van lehetőség. A folyamat megállításához pedig annak a felismerése volt borzasztóan fontos, amit a magyar kormány megtett, hogy egészen pici kortól kell a gyermekeket becsatlakoztatni a magyar közösségbe. Ez a pici kor pedig a 3 év, vagy még az alatta lévő kor. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program pedig azt a szolgálatot teszi, hogy nagyobb számban, nagyobb mértékben tudjuk a gyermekeket a magyar közösségbe becsatlakoztatni, azzal, hogy megújuló, szép óvodákban nagyobb kedvel, nagyobb arányjal iratják be a gyermekeket a szülők. És ami még ennél is fontosabb, vagy ezzel párhuzamosan, talán nem lehet most rangsort állítani, ezzel párhuzamosan ugyanennyire fontos az a bizonyos bölcsőde építés, ami már itt elhangzott, illetve az ezzel párhuzamosan folyó programok, amelyek egyébként szintén a magyar kormány támogatásával zajlanak felvidéken, a ringató és cseperedő programok, amikor már egészen pici babákkal jelennek meg szülők közösségi terekben, ahol szakképzett foglalkoztatók énekelnek, verset mondanak, egyáltalán tehát foglalkoznak a pici gyermekkel, sőt, ma már oda jutunk, nem csak a magyar kormány, de akár a Rákóczi Szövetségnek is a támogatásával, és egyrészt örömmel, másrészt pedig sajnálkozva kell megállapítani, hogy már arra is rákényszerülünk, hogy már a születésénél fogva, a születésének pillanatában megkeressük az újszülött gyermeket, és az anyukát és a családot megszólítsuk valamilyen formában, és becsatlakoztassuk a közösség vérkeringésében. Nagyon nagy hála és köszönet a magyar kormánynak, hogy ezt felismerte és támogatja azokat a törekvéseket, amelyek a pozitív elmozdulásba visznek, hiszen volt szerencsém több olyan helyen részt venni, olyan óvodáknak a felújítása utáni átadó ünnepségeken, ahol a fenntartók, az óvodaigazgatók elmondták, hogy 30-40 éves elmaradásokat sikerült ezzel a programmal pótolni, hogy olyan épületekben működtek a magyar óvodák, ahol már jóformán este ki az ablakok, húzatos volt a fal, és bárhogyan is igyekeztek a fenntartók, pályáztak jobbra-balra, 3-szor, 4-szer, 5-szor, sikertelenül, míg végül a magyar kormány nyújtotta a segítő kezet. Ez egyrészt számunkra örömteli érzés, hiszen a nemzethez tartozásnak egyértelmű bizonyítéka. Nem csak mi mondjuk, hogy a magyar nemzetrésznek oszthatatlan részének tartjuk magunkat, hanem az anyaország is ezt így gondolja és így teszi. A támogatott intézményeknek a száma. Láthatjuk, hogy vannak régiók, amelyek egy kicsit kiugornak, például a Dunaszerdahelyi járás, de azért, ha belegondolunk, akkor ez egy teljesen természetes folyamat, hiszen Dunaszerdahelyi és a komáromi járásban él a legnagyobb számban a magyarság, és ott van a legtöbb intézményünk is.
Tehát én például, hogyha nagyon, ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, ha nagyon-nagyon-nagyon akartam volna, akkor se tudtam volna összeszedni 40 óvodát a léva járásból, mert egész egyszerűen fizikailag nincs annyi. Tehát minden járásban igyekeztünk úgy olyan számban és mennyiségben óvodákat támogatni, amennyi egyébként ahhoz a számarányhoz nagyjából illik is. Százalékban ugyanezt a kimutatást látják, ugye a legnagyobb arányú, ugye a Dunaszerdei járás 21,51%-a, de gyakorlatilag ez ugyanazt mutatja, mint az előbbi grafikon, talán egy kicsit más szemszögből. És hát ugyanez a kimutatás pedig pénzösszegekre lefordítva, tehát a Dunaszerdahelyi és a Rimaszombati járásban kaptak nagyobb mértékű támogatást, a többiek arányosan 200 millió forint körül alatt fölött egy picivel, és hát azt is jól lehet látni, hogy az egész országot lefedi a támogatásnak a mértéke. Azt hiszem, hogy ez az utolsó képem. Mindezek alapján elmondható, hogy olyan nagymértékű összeget fordított a magyar kormány a felvidéki óvoda támogatása, amelynek itteni állami vagy uniós forrásokból példája egyáltalán nincsen, nem is hasonlítható semmilyen támogatási összeghez. És ez a felvidéki magyar közösség életében egy olyan óriási lépés, amelyért csak a hála és a köszönet jár a magyar kormánynak magáért, az elvi döntésért, és utána minden olyan munkáért, amelyet ebbe személy szerint miniszter biztos úr is, illetve mások is belefektettek. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindannyiunk nevében, tolmácsolom Grezsa úr felé. Köszönöm szépen a figyelmet! Tisztelt Hölgyek Urak, biztos úr, alelnök asszony, még mielőtt magyarázni kezdeném a Dunaszerdei járásnak a kiemelt támogatásait, amit természetesen nem fogok, mert a református óvodák, tehát az egyházi óvodáknak a támogatás az meg inkább a komáromi járásban teljesedett ki, tehát így kéne az egész képet nézni. Én azzal kezdeném, hogy nagyon örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást. Vannak itt többek, akik még talán nem lettek úgy név szerint szólítva is, hogyha most oktatásról beszélünk, akkor tényleg nagy öröm az, hogy Szigeti László is itt van, volt oktatásügyi miniszterünk, aki ugye Párkányban, ugyanúgy, ahogy Környi Zoltán helyi képviselőként jelöltje a mi induló listánknak, itt van Bolya Szabolcs, de ha a sorrendet mondom, akkor Szímű polgármestere vagy Izsa polgármestere nem csak indulási oldalról, és ezt most vehetnénk kampánynak, hanem ilyen értelemben településvezetőként a kedvezményezettek oldalán is ott van. Bea után nehéz bármit is szakmailag mondani, egyrészt mert ő ennek a szakmának a nem csak felelőse, hanem a lelnöke is, és biztos úr után, Grezsa István után, akinek én nem csupán az odafigyelő törődését, hanem a baráti hozzáállását is köszönöm, úgy az egész felvidéki magyarság nevében. Talán még egy alkalmam lesz jövő héten a keleti végeken is ugyanezt elmondani, de ezt azért ragadom meg ezt a lehetőséget, mert István volt az, aki természetesen a csapattal együttműködve, emlékszem még arra, amikor Pató Mariannával ugye elkezdtük ezt az egészet, na most akkor hogy is fogjunk hozzá egy ekkora feladathoz, hol is kezdjünk neki, de azt szoktam mondani, hogy kinek Isten havat küld, az küld lapátot is, és ebben a lapát sárban, hogy ilyen képzavarral éljek, tehát aki ezt maga előtt tolta, és tényleg egy nagy merítésű takarítást végzett ebben, mert tényleg ezekben az óvodákban sok mindent el kellett takarítanunk, az elmúlt 30-40-50 évnek az eredménytelenségét is, az, hogy ezekre az intézményekre nem figyelt oda senki is. Azok, akik most itt vannak, nem csupán faluvezetők, hanem ezekben az intézményben dolgozó emberek, és ennek is örülök, hogy óvodai igazgatók is, óvodai alkalmazottak, tanítónénik, óvónénik is elfogadták a meghívást. Erre törekedtünk is, tehát az volt a cél, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy hogy szépült meg, hanem mi zajlik azóta is benne. Így aztán az eredmények prezentációja után én szeretnék is majd egy kis beszélgetést kezdeményezni azzal kapcsolatosan, hogy önök hogy élik meg a mindennapjaikat ezekben az óvodákban. Tehát visszatérve, István volt az, aki hitt ebben az ügyben, volt egy csapat, aki elkezdte a munkát. Cibola Ádám név szerint azért is említődik, mert a komáromi BGA igazgatójaként egy olyan
intézményt is vitt mellé, ami a háttérmunkát hozta, de igazából a településvezetők voltak, akik elvégezték aztán a munkagróját. Megtalálták egyrészt a megoldást, és lehet, hogy tényleg lakostetősen látjuk a világunkat, ez benne van, de talán azért is van, mert 34-40 év alatt minket ilyen lakostetős gondolkodásra vittek, és ritkán gondolunk arra, hogy lehet azért csúcsosan is gondolkodni és fölfelé törni. Tehát nem csak abban megegyezni, ami most így laposan van, hanem följe menni. És ez a dolog elkezdődött. Pontról pontra, lépésről lépésre, és az, hogy három ütem van, nevettem is, hogy a táblázatot Oriskó Norbert készítette, ő még mindig az első ütemnél tart, mert bízunk benne, hogy lesz a nekünk második ütem, és lesz harmadik ütem, hogy mondhatnák telhetetlenül, de természetesen nem így van ezeknek, mi nagyon örülünk. És ahova mentünk, ott mindenütt a hála és a köszönet volt az, ami visszajött. És a legkisebbek kapcsán is, az ott dolgozók kapcsán, amikor idefelé jöttem, akkor mi megálltam egy közeli településen, ahol most cserélik az ablakokat, és a szakácsnénik, akik ugye most szünet van, tehát ott voltak, ugyanis mondták, hogy mennyire örülnek neki, hogy most már a terem, most itt gyakorlatilag kürtről beszélek, az óvodai térnek a termei is most már olyan ablakot kapnak, ahol nem fog kibejárni a hideg, hanem tényleg ezt a húzatosságot elfelejthetjük. Ez egy biztató dolog. Egy biztató dolog, ahogy Bea is mondta az előbb az alelnök asszony, hogy a kárpát-medenceségi magyarságot egybe gondolva, nem csak mi gondolkodunk innét oda, hogy mi oda tartozunk, hanem az anyaországbeli magyarság is úgy gondolkodik, hogy itt van egy egység, és ennek mindenki része. Akkor hiszük el, amikor ezt látjuk. Viszont én arra gondoltam az előbb, amikor ezt hallgattuk, hogy ez a számítástechnika, és már több képzavart nem használok, szavaira élve, ez a hardware. Ez a külső burkolat. Ez az, hogy egy szép intézmény, jól felszerelve, korszerűen ott van. De élettel önök töltik meg. A mi közösségeink töltik meg. És ez csak akkor fog megtörténni, ha hiszünk is abban, hogy ez a közösség előre tud menni. Ha el tudjuk hinni, hogy az a nyelv, amelyet ezeknek a gyerekeknek tanítunk, ennek a nyelvnek lesz presztízse. Nem csak óvodai szinten lehet használni meg a bölcsődében, nem csak az általános iskolában, nem csak az egyetemben mondjuk Komáron, hanem mondjuk a régióban. Hogyha régiósan hivatalos nyelvé válik. Ha leszünk annyira bátrak, mert ezt más nem fogja odaadni nekünk, ezt nekünk kell kérni. És ezt nem fogja az anyaország helyettünk elvégezni, ezt nekünk kell megcsinálni. Hát azért kell már rögtön az elejétől, alapvetően, bölcsődében, óvodában, iskolában, középiskolában, egyetemben kitartani a nyelvünk mellett, mert ezt helyettünk senki nem fogja megcsinálni. Nem kérhetjük a többségi nemzetet, hogy megóvja a mi értékeinket. És ha mi nem kérjük, ők nem fogják felkínálni. Ezért nagyon fontos az óvoda. Mi sokszor elhittük azt, hogy magasabb presztízsű nyelvek tanítása miatt idegen nyelvű óvodába kell tenni a gyermekeinket. Ennek a programnak az volt a célja, hogy a hardware, a külső rész, a szép legyen, kívánatos legyen. De hogy higgyünk ebben a dologban, azt ott kell elkezdeni, hogy ezt a gyereket, azt a szülőt, azt a társadalmat kell meggyőzni arról, hogy ennek a nyelvnek van életre valósága. És itt egy könyvtárban vagyunk. És itt, ha mögöttem megnézik a polcot, ott van Nyári Krisztiánnak Igazi Hősök című könyve. Ami a magyar mindennapoknak a hőseit mutatja be. Önök is ilyen mindennapi hősök. Aki faluvezetőként, aki óvodaigazgatóként, aki óvoda alkalmazottként teszi a dolgát. Ilyen mindennapi hősök. És ezeket a hősöket erősítette meg ez a program. És ennek örülök, hogy részese lehettem. Köszönöm Beának is azt a munkát, amit elvégzett a Pedagógus Szövetséggel közösen. Mert szakmailag tényleg meg kellett nézni, hogy melyek azok a helyek, amelyeket erősíteni kell. Könnyű volt, mert a polgármesterink így húzták ki a kész projekteket a fiókból, és évek óta senki nem adott ezekre az elkészített projekt dokumentációkra, amelyeket mindig finanszírozni kellett, mert újra frissíteni kellett, kiadtuk érte a pénzt. És gyakorlatilag azért volt jó az a projekt, mert minden készen állt hozzá. Egy kegyelmi helyzet volt. Mi ezzel éltünk, de az anyaország úgy gondolom, és maga a teremtő is azért adta ezt a kegyelmi helyzetet, hogy ezzel éljünk a továbbiakban is. Ez egy szint, innen már csak előre lehet menni. Hátrálni már nincs hova. És azért örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. És a beszélgetés innét én úgy gondolom, hogy teljesen szabadon és kötetlenül történjen, köszönve házigazdánknak, Muzsla, így szoktam mondani, nagyközség polgármesterének, Farkas Iván alelnökünknek, aki biztosította a teret, a lehetőséget itt a eszmecserére. Köszönöm a vendégeinknek, akik elfogadták a meghívást, és persze még egyszer önöknek, hogy itt vannak. Én ott tudom, hogy ebéd is lesz, ott majd még kötetlenebből zajlik a dolog, de azt kérném a továbbiakban, hogy mindenki a megélt élményeit mondja el. Az, hogy ment ez a dolog,
hogy történtek a felújítások, mit tapasztaltak, mi volt a jó, és ha volt rossz, azt is mondják el. Mert ennek a programnak bizonyosan vannak nagyon fényes oldalai, és voltak nehézségek is benne. Ha ezek megoldódtak, már pedig úgy gondolom, hogy megoldódtak, ezekről is beszélnek el. Én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, hogy meghallgattam. Örülök annak, hogy egy sikersztoriról tudunk beszámolni, és mindenki, aki itt ül, mindenkinek részese volt. Én picikét visszapörgetném az időt 4 évvel ezelőtti időszakra, és elmondanám, hogy hogy is kezdődött az egész, mi volt az első momentum, az első perc. 2016-ban lezajlott az MKP tisztújítása, kongresszus követően a rögtön legelső elnökségünk volt egy nyári elnökség, és lévén, hogy Pató Marianna muzlai származása és muzlán élő polgártársunk, és tudtam erről a programról, kaptam információt. És bevittem az elnökségbe, hogy hát erre készüljön fel mindenki, az országos elnökség, az elnök úr, alelnök asszony az élén, legyen a partnere a Peru Szövetségnek, és ilyen szempontból tényleg mi is hassunk oda, hogy oda kerüljön a támogatás, ahol az való, és ahol lesz foganatja, ahol valóban azt fogja biztosítani, hogy magyar emberek, magyar palánták, magyar gyerekek fognak fölnőni a magyar nemzet által finanszírozott beruházással ugye felújított oktatóépületekre. És akkor elkezdődött a munka. Azon az elnökség eldöntötték, hogy igenis, széterítjük a hálót, Szenctől Királyhelmecig, megnézzük azt mi is önkormányzati szempontból, tehát az MKT ugye önkormányzati tanácsa Berkelyében, a oktatási tanácsa Berkelyében, hogy föltérképezzük, hol is lenne szükség. És örülök annak, hogy immár lezárult a harmadik hullám is, ugye, és igazából ott tartunk, hogy sokkal vonzóbb a magyar oda, sokkal vonzóbb akár városi, nagytelepülési szerkezetekben ugye, azok számára, akik esetleg a szülőként ugye, nem tudják eldönteni, hogy vajon hova kéne, melyikbe kéne beiratni a gyereket, ahol van választási lehetőség, hogy igazából ma már az a korszerűbb, az a szebb, az a biztonságosabb, és az a jövőt szavatoló oda. Úgyhogy ennek egy óriási nagy foganat és óriási nagy következménye, pozitív következménye ez a momentum, mert legyünk őszinték, ha nem jött más jellegű beruházás ide a mi szülőföldünkre, a Pozsony, Nyitra, Kassa, Képzeldi vonaltól déleső területre, akkor bizony ez érvényes volt az oktatásügyi infrastruktúrára is. Tekintve arra, hogy oktatásügyünk egy jelentős részén az iskoláknál megtörtént az uniós támogatásokból, az iskolák jelentős részének a felújítása, átépítése, de óvodáinkra ez nem volt elmondható. És ezért volt ez egy óriási, egy hiánypótló adomány, kegy, amit mi kaptunk Magyarország kormányától, és ilyen szempontból örülök annak, hogy élni tudtunk vele, és örülök annak, hogy valóban nagyon sok hely megszállt, megújult, és a legfontosabb, biztonságosabbá váltak az óvodáink.